Elkészült Tóth Gabi Mennyből az angyal feldolgozása. A klipben Tóth Gabi fehér ruhában énekel egy stúdióban, közben pedig Magyarország templomait és havastájait láthatjuk, továbbá különböző karácsonyi jeleneteket. A klip alatt a hozzászólási lehetőségeket törölték. Na hát, hát lehet, hogy most egy pillanatra önök értékét tudunk alakulni, és Eiffel Gusztina küldi Szecsőre szívből gratulálva a szavaló versenyen ért negyedik helyezésért pérszámfejtője Tóth Gabi dalát, de hát akkor hallgassuk meg, és nézzük meg, hogy miről is van szó. Az önkényes mérvadó 400-valahányadik adásában először premierként felkonferáltunk egy következő dalt. Gabi teljesen rácsavarodott az eukarisztikus hírnök szerepére, ugyanakkor meg kell hagyni, hogy most már módszeresen utaznak rá a kommentelők, mert olyan tenyérbe mászóan tolja mindenkinek az arcába a spirituális ébredését. És hát a reakciója ezekre a kritikákra, vagy hát ezekre a mocskolásokra a további provokáció. És mindig így történik, és most már ez a rendszer. Egy dal plusz egy nyilatkozat, ami így hangzik, arra kérek mindenkit, ne bántson azért, mert keresztény vagyok. Tudod, mintha bárkinek az lenne a kritikája, hogy ő keresztény, tudod, pontosan érti, hogy mi a probléma. Nem lát. Csak úgy nem csinál, játssza a hülyét, mintha nem értené, tudod. Nem játssza a hülyét. Nem játssza a hülyét, hanem kifejezetten téged manipulál azzal, hogy megnevez téged egy kereszténység megtámadójának, amennyiben megnevezed azt a műveletet, amit ő végrehajt, hogy ájtatoskodik. Azt mondom, hogy ne lehessen megnevezni a cselekményt. Nem úgy, hülye, de gonoszság ez. De úgy működik, mint az... Hogy működik, Robert? Mint az összes troll. Mint azok a trollok, akik a nyilvánosságban szándékos félreértés műveletével élnek. Ja. Erre mondom, hogy játssza a hülyét. Pontosan tudja,
hogy mire vonatkozott a kritika, csak nem szeretné érteni, hogy mire vonatkozott a kritika, mert arra nincs jó reakciója, tehát berendezi a keresztényüldözésnek a díszleteit. Őt a kereszténységért, és arra kér mindenkit, hogy ne bántsa őt a kereszténységért. Csak tudod, nekünk mindössze az a problémánk, hogy előtte egy évtizeden át néztük Tóth Gabit a vörös szőnyegen újra meg újra úgy fölöltözve, mint a Soroksári úti prostik. De és most tudod, most megjött most... Is nyilatkozta, hogy a lélektelen, kozmopolita, gyökértelen producerek rontották őt meg, nem hagyták, hogy visszatérjen a gyökereihez, és hogy megtalálja önmagát, a magyarságát, a kereszténységet. Doktor és miniszterelnök urat. Most ezt lehet sokféleképpen nevezni nyilván. De szerintem ez az egyetlen helyes neve. Ehhez egész egyszerűen nem hagyták, hogy hozzáférjen, amikor minden lehetséges módon ezt az ösvényt kereste, de újra és újra eléállt egy ilyen vastagkeretes, szemüveges, kövérkés, középkorú szakállas úr, és azt mondta, hogy nem te rocker vagy, nem te egy lázadó vagy, nem te egy 21. századi popkulturális termék vagy, és igazodnod kell a 21. századi popkulturális trendekhez. Neked van közölnivalód, vagy mondanivalód a nemzedékednek, a krónikása leszel, amit majd meg kell énekelni, vagy ki kell mondani, vagy a te hangodon keresztül kell majd a világ tudtára adni, de ha ez nem lehetséges, akkor legalább felelj meg a mindenkori popipari elvárásoknak, és énekelj szerelemről, fájdalomról, nem tudom, vagy a többi szokásos popipari kliséről, de nem, állítja Tóth Gabi, ő az első pillanattól ezt az utat kereste, és most nagy nehezen a kommentelők és a fanyalgók szándékai ellenére is rátalált. Ez ugye a hivatalos narratíva. A kérdés az, hogy ebben hiszünk-e vagy sem. Valóban a gyökereiről énekel, valóban keresztény értékek mentén, bár nekem az egy az Istennél ez nem volt teljesen világos. Ugyanakkor a vizuális image az a fehérhajú emesén keresztül a trikolor menyecskén át, jelen pillanatban a Mennyből az angyal esetén angyalnak van öltözve. Ami nem tudom éppen ízlése. Én mégis meg tudok figyelni egy trendet, ami szerint a Tóth Gabi ezt a műveletet egyre inkább kevésbé rossz ízléssel követi el. Konkrétan nekem valamennyire fájdalmas az, hogy a karácsonyi popslágerek azok a legtöbb esetben szakításról szólnak. Azok a számok, amiket mi azzal a céllal hallgatunk meg, hogy ez de jó, ez a mondjuk a Last Christmas a George Michael-től, semmi másról nincs benne szó, csak hogy kidobtál, úgyhogy idén nem veled fogok karácsonyozni. Nem pedig arról, hogy szeretetben éljünk, vagy hogy megszületett a Jézus Krisztus. És ehhez képest, ugye a véleményem szerint mondjuk a csendeséje az, amivel leginkább a karácsony szellemiségéhez közeli dalra lehet fakadni. De ha a dobogót keressük, akkor a Mennyből az angyal az azért rajta lenne. Az, hogy föl van varva ez egy kólareklámszerű képsorral, ami nem tudom, hogy stock, vagy pedig megmaradt a B-tekercs a kormánynak, az egyébként szerintem elég jól sikerült karácsonyi spotjából, mert ilyet is kell mondanom, és szerintem ez így van rendben. Ez azért mégis jobb, mint a 3D Unreal animációs pozsonyi csata aláfestése a korábbiak. Ja, persze, világos, csak az összevetést kell jól kiválasztani, és akkor lehet ez már is jobb. Hát Magyarországnak a helyzete tulajdonképpen nagyon jó csáthoz képest. De már csak csádot kell előrángatni, és Magyarország egy elképesztő fejlődési pályán van. Ne a régióval hasonlítsuk össze, lehetőleg ne a szlovákokkal, ne a csehekkel, ne a románokkal, ne a lengyelekkel, csáddal. Tóth Gabit, és lassan jön ki a slamasztikából, de kifele jön, nem csak ezzel a magyarság öntudatos karrierjével, hanem a teljes karrierjét mivel Oscar, ezzel az R&B karácsonnyal, ezzel a förtelmes Amerikából importált pláza karácsonnyal, ezzel a teljesen gyökértelen, teljesen szervetlen, bárhol, bármelyik ország plázájában lejátszható élménnyel, ezzel, aminek semmi köze nincsen, sem a magyarsághoz, sem a regionális tradícióhoz. Itt több fontos dolgot szerintem azért észre kell venni. Ja.
Bocsánat, ne haragudj, folytasd kérlek, Oszkár. Robertre reagálsz-e ez a kérdésem? Hát vagy tulajdonképpen új fejezetet. Csak azt akartam mondani, hogy a kereszténységhez kapcsolódik itt nem Magyarországhoz. Egy hagyományos keresztény dalt ad elő, amely annyi országban ismert, hogy tulajdonképpen lehet ennyire pláza. Annyira hagyományos, amennyire Shakira. Meg Mariah Carey hagyományos, annyira hagyományos, amennyire Whitney Houston hagyományos. Én a feldolgozásról beszéltem, nem az eredetiről. Ja. De én meg de arról beszélek, hogy azért szerintem... beszélsz benne. A többek között. Arról, amilyen módon ez el van adva nekünk. Ez egy nemzetközi élmény, ez egy pláza élmény, ez egy minden ízében steril élmény. Így viszont, bocsánat, Nyári, hogy kifogom a szelet a vitorlátba, vagy eléd torakszom, de te is a gyökértelenség szót használtad, míg Tóth Gabi is ezt a szót használta korábbi karrierjének a kritikájára. Én azt hiszem, hogy nem tudom, melyik ötök használja helyesebben, de ez itt nem gyökértelen, hanem hamis gyökerű. Hiszen a szól éneknek az egyházi énekkel való összecipzározása az egy amerikai jellegű dolog. Tudod, ezekben a sztárgyár realitikben, amiben például a Tóth Gabi is feltűnt, meg amelyeknek a Tóth Gabi később zsűriévé mentorává vált, ezekben úgy lettek előadva nekünk ezek a szól és R&B stílusban előadott dalok, hogy így kell énekelni annak, aki jól énekel. És a jól éneklés az ezt a fajta jól éneklést jelenti. Ezt a R&B élményt kell megszerezni, ezt a pláza élményt kell megszerezni, ezt a, mondom, Whitney Houstontól, meg Mariah Careytől, meg Shakirától, meg ellesett te úgy fogalmaztál, hogy frazírozást kell ellesni, és kell előadni, és ez jelenti a jó minőséget. Ez a minőségi éneklés. És tudod, ennek a hamissága valójában ugyanúgy a pláza sterilitását adják el vele, ahogyan a reklámblokkjaikkal, ahogyan a vetélkedőikkel, ahogyan minden pillanatukkal. Az én problémám a következő. Ezzel egy időben nagyjából, illetve nagyjából 2-3 nap különbséggel jelent meg Tóth Gabinek egy másik videóklipje is, Szeretni jöttem címmel, és a két alkotás egymástól szerintem nem választható el. Az is egy ilyen karácsonyi, vagy legalábbis téli hangvételű valami, amiben Tóth Gabi ellátogat egy ilyen vélelmezhetően erdélyi, de nem egészen biztos, de mindesetre fatornyos, templomos ilyen műparaszti tájba a vidéki, a nem létező vidéki Magyarországra. Egy patyomki Magyarországra, ahol a szatócsboltra tényleg az van kiírva hatalmas betűkkel, hogy szatócsbolt. mintha lenne ilyen, ahol minden ház fehérre meszelt, ahol minden vidéki ember boldog és gazdag és elégedett, és igen, jómódú. És ahova Gabi egyébként egy volánbusszal érkezik, vagy egy ilyen régi ikarusszal érkezik. Természetesen mi mással érkezne egyébként Magyarország egyik legtöbb követőivel rendelkező influencere és a kereskedelmi tévés alkalmazottja és sztárja, mint volánbusszal. De nem ilyen hollókőnek tűnő tájon barangol őt? Lehetséges, nem tudom. Mindenesetre a táj nagyon valószerűtlen és már nevetségességbe hajlóan valószerűtlen. És hol van fatornyos templom? Igen, aki 10 percet töltött a magyar vidéken, akár akár Nyugat-Magyarországon, még a legszebb helyekről is pontosan tudja, hogy egyébként nagyon ingadozó azoknak, ahogy mondjam, ez egy egzisztenciális minősége, most nagyon finoman próbáltam fogalmazni, meg azért jellemzően nem ezek az alakok lakják ezeket a tájakat. Most megint megkaptuk ezt az idegenforgalmi prospektust. Igen, kapunk egyfelől egy idegenforgalmi prospektust ebben a klipben, és két nappal később pedig egy Mennyből az angyalt ugyanolyan pláza élménynyé silányítva, vagy degradálva, vagy nem is tudom, nem is ezek a jó szók, hanem klipre szétkenve. Az a fatornyos templom már fel van díszítve égősorral, csak mondom, hogy ez a Tóth Gabi univerzumban játszódik, ér annyit, mint a Marvelé. Önmagában még nem lenne bajom, én igazából a Tóth Gabi rajongókat sajnálom, és ezt a legőszintébben mondom, mert én azt gondolom, hogy minden rockénekes, legalábbis sikeres rockénekes történetének megvan, akkor sikeres előadó, pop, rock és szólénekesnek megvan a maga, hogy mondjam, ilyen evolutív
folyamata, amit így be tud járni. Tehát, hogy vagy ez, amit bejárt, és hogy az események következnek egymásból. Ehhez képest most már egy több mint egy másfél évtizede zajló útkereséssel vagyunk kénytelenek így küzdködni nekünk, mi így mindnyájan a Gabival közösen, ahol mindig megvan tagadva a korábbi állapot. Ahol mindig az van mondva, hogy nem az teljes tévedés volt, rám kényszerítették, én nem akartam. Az egy ilyen félreértés volt, és hogyha én most Tóth Gabi rajongó lennék, akkor egy picit így szomorúan nézném azokat a CD-ket, amiket akkor vásároltam, meg a plakátokat, meg egyebeket, meg azt a Gabit, akivel én akkor így azonosulni próbáltam, és hittem abban, hogy valahogy az én érzéseimet önti dalba. Hiszen tokkalvonóval meg lett tagadva. És tokkalvonóval meg van tagadva, és mindig tokkalvonóval meg van tagadva, és most érdekes módon megérkezett abba az állapotba, egyfelől a magyarkodásba, másfelől pedig ebbe a vallásos állapotba. Félretés ne essék, nem magának a szándéknak az igazságát mondja ilyenkor az ember kétségbe, csak a saját tapasztalataiból indul ki. Egyfelől abból, hogy ebbe az állapotban a rockerek és a popszakma nagyjából 60-70 éves kora körül szokott megérkezni, amikor már tényleg nincs semmilyen mondani való, akkor marad az, hogy karácsonyi albumot adunk ki, meg instrumentális zenekarral együtt lépünk föl, nagy zenekarral együtt lépünk fel, meg az összes többi ilyen kellemetlen ötlet, amikor már tudjuk, hát a Guns N' Roses November Rain-je a nagy zenekarral, akkor mindannyian tudtuk, hogy vége a Guns-nak. Most itt karácsonyi dal van, meg népieskedés van, hát ez nagyjából egy karrier vége szokott lenni, tehát most, ha ezt valaki 30 évesen adja elő, az legalábbis furcsa, vagy az embert ilyen kétségekkel tölti el. A másik pedig azt is látjuk, hogy ez a gesztus, hogy mondjam, nagyon sok szempontból nagyon is jövedelmező, vagy nem tudom ezt ennél szebben megfogalmazni, tehát hogy nagyon kényelmesé teszi az ember életét, hogyha megteszi ezeket a gesztusokat azoknak, akik hogy mondjam, a megrendelésekről döntenek. Tehát valahogy ez az, tehát a folyamatos önmegtagadás és a korábbi identitásaimmal való nem azonosulás, illetve az ebbe a furcsa állapotba való megérkezés így együtt adja ki azt a kellemetlen élményt, amiért szerintem sokkal több rossz kommentet kap a Gabi, mint amennyi egyébként járna ezért a közepes minőségű produkcióért. Az a tervünk, hogy meghallgatjuk Tóth Gabinak a frissen megjelent másik dalát is. Ugye a Mennyből az angyal mellett ő megjelentetett néhány nappal ezelőtt egy másik dalt, ez a Szeretni jöttem című dal. Ennek zajlik a Sosem volt magyar faluban, ahová Tóth Gabi a volán buszjáratával megérkezik a videóklipje, a fatornyos templommal, és azokkal a nagyon boldog emberekkel, akik hát benépesítik Magyarországot, és főleg a magyar vidéket. Legalábbis mi így tudjuk. Tehát következzék Tóth Gabitól a Szeretni jöttem itt a Spirit FM-en. Most már nagyon jól látszik, hogy Tóth Gabi a befizetett adóból a világ összes pénzéből egy világzenei fordulatot ír le. Tehát, hogy ez a nemzeti tradíciónak, meg a popzenének valamiféle egymásba oltása, ami itt zajlik. De és olyan dumákkal... Nox receptre. Igen, nagyjából a Nox. Csak hogy mondjam, állami támogatás. Igen, igen, Nox csak annak ott nem volt ideológiai mellékzöngéje. Itt meg hát van. Hát a két félre nem érthető a módon. A két klip egyidejű időzítése nyilvánvalóan szándékos, de egyikben lemegy vidékre és megtalálja a magyar gyökereit, a másikban pedig egy vallásos ilyen vallásos környezetben, vagy ilyen érzelmesen kereszténynek ható indítatással. Tehát egyszerre vallja meg az ő, hogy mondja, világ nézetét is, meg a kulturális és etnikai elköteleződését is. És megint csak visszakanyarodom még az előző gondolatkörhöz. Amikor ez így egyszerre történik, azért az ember mindig arra gyanakszik, hogy itt ezek a gesztusok valójában a mondani való hiányáról árulkodnak inkább, illetve egy sikeres helyezkedési kísérletről, mint sem arról, hogy az illető új zenei útra talált. Nem, élünk a gyanúperrel, hogy a Tóth Gabi mégsem a Jézus Krisztushoz tért meg, hanem mégiscsak a doktor miniszterelnök úrnoz. Tehát nekünk ez az összes problémánk. Nem az a problémánk, hogy a Tóth Gabi keresztény, vagy keresztény lett. Az a problémánk, hogy nem hiszünk abban, hogy a Tóth Gabi keresztény lett. De én még azt is el tudom képzelni, és ezt a lehetőséget megadom, hogy ő valóban az lett. Csak nem kliens lett. Viszont alkotóként a szándékban akkor sem jön. Nincs egy szabad választásra mindenkinek, hogy ezt szeretne lenni? Hát de tudod, amikor ez egy csomagban történik. Tudod, általában a de jó a csomag, tudod, hogy nem csak a nekliensből állt a csomag, hanem a kereszténységből is. Nem, a kereszténység vállalása, tudod, az vértanúsággal jár, és a vértanúsággal egy csomagban válik hiteles.
keresztényessé. Amikor az üldöztetést vállalod azzal, hogy fölvállalod, hogy keresztény vagy, arra lehet azt mondani, hogy na, de ez a megtérés az, ami hiteles, ez a krisztusi, ez a Krisztus szellemében zajló megtérés, és az a megtérés, amivel meg állami milliók, meg tízmilliók, meg százmilliók járnak együtt, amivel a haveri kapitalizmusnak a szponzorációja jár együtt, amivel a világpénze jár együtt, az meg bűzlik. Tudod, bűzlik, és nem a Krisztus szellemét hordozza, hanem a nemzeti együttműködés rendszeréjét. De nagyon ügyes szuperpozícióban van, hogy amikor támadják, akkor az a kereszténysége. Én viszont nagyon szeretném megadni neki a lehetőséget, hogy keresztény lehessen, és egyébként neked is, hogy megbocsáss neki ezért a műveletért. De csak érzem benne a hazugságot. Rászorul ő az én bocsánatomra? Hát már várjunk már. Hát napi rendem van ez, hogy én megbocsássak a Tóth Gabinak azért, mert a Tóth Gabi hazudik. Hát úgy kezdődne a dolog, hogy a Tóth Gabi abba adja a hazudozást és bocsánatot kér. És akkor vetődne föl az a kérdés, hogy én megbocsájtok-e neki. Hát mennyi ideig kell ezt a vonalat tolnia, hogy azt mondd, hogy jó, akkor úgy tűnik, hogy ez egy tartós. Mennyi ideig kell hazudni hiteles ahhoz, hogy igazsággá váljon a hazugság? Nincs ennyi idő. Az a baj, hogy ezek lezárt ügyek, mármint a népiesség is, illetve a vallásosság is. Tehát ezek olyan önmagáltal emelt korlátok, amikből egy olyan karakter, mint amilyen egyébként Tóth Gabi idővel majd kitörni kényszerül. Tehát attól tartunk, hogy legalábbis én ettől tartok, hogy ez megint csak egy korszak, amit majd idővel, hát ha nem is kell megtagadni, hiszen ezt megtagadni nem lenne ildomos, de majd meg kell haladni, és majd rá kell találni egy újabb útra és egy újabb megjelenési formára azért, hogy kijelenthessük, hogy na most már ez már végre önmagam vagyok. És egyébként én azt szeretném hangsúlyozni, az ég egyet a világon semmi baj az útkereséssel, az furcsa, amikor ez, hogy mondjam, organikusan nem épül egymásra, vagy nem épülnek egymásra ezek a dolgok. Még azzal sincsen baj, ha valaki megtagadja a saját múltját, de az én azt szoktam észrevenni, hogy az úgy szokott történni, hogy az ember egyúttal kijelenti azt is, hogy az is én voltam. De nem, és tudod, itt a probléma, tudod, mitől bűzlik. De Tóth Gabi megtagadja, ez a kényszerítettek dolog, ez nagyon furcsa. Megtagadja a múltját, nem felelős a saját döntéseiért, de azokkal a döntésekkel aratott sikert, és pénzt, és lájkokat, és befolyást, azt nem adja vissza. Tudod? Az egy pogány korszaka volt, az egy istentelen korszaka volt, az egy bűnös korszaka volt, de ahhoz a bűnös korszakhoz tartozó siker, az beépült a Tóth Gabiságba, és azt a Tóth Gabi használja, és abból a Tóth Gabi az építi önmagát. Tehát tudod, ez így nem megfordulás, nem a rendes megfordulás a damaszkuszi úton, nem így láttuk a Szent Páltól. Tudod, ott Saul megfordult a damaszkuszi úton, és Pál lett szerintem belőle. Az evangélium befogadásának nem kell, hogy feltétlenül következménye legyen a mártíromság. Tehát, hogy nem kell, hogy ez feltétlenül fájdalmas élmény. A szakítás a múlttal az igen. Az viszont igen. És tudod, amikor a megtérés az egy világi hatalomhoz történik, és ezt a túlvilági hatalom legitimitásával mosdatod, kvázi szentelt vizében mosdatod, az nem csak hitvány alárendelődés ennek a világnak a hatalma alá, hanem a meggyalázása a túlvilági hatalomnak is. Meg az embernek van még egy furcsa érzése, látva ezt a két klipet, meg már tulajdonképpen a korábbi, az életmű legutóbbi állomásait is, hogy minthogyha ezzel a kommentelői tömeggel szemben kérne ő valamiféle védelmet a hatalomtól. Hát egyértelműen én szeretni jöttem, és százfelé törtek szét. Teljesen nyilvánvalóan a kommentelők törték szét százfelé Tóth Gabit. Ez a kommentelőknek szóló dal. Olyan érzésem van, mintha elmennél mondjuk a kólához állás interjúra, itt jelen esetben mondjuk az egyházhoz, vagy a kereszténységhez ilyen nagyobb bívben az a szervezet. Megkérdeznék, hogy és milyen beosztásra gondolt, milyen munkát szeretnél végezni, és azt mondod, hogy hát vezérigazgató. Tehát, hogy érkeztem dolgozni a kereszténység útján, és arra gondoltam, hogy én egy ilyen komment kereszt halált szeretnék vállalni. Tehát, hogy erre a szerepre jelentkezem be. Te emlékszel a 2002-es választás között eltelt két hétre. Nyilván emlékszel, nem lehet rá nem emlékezni. Emlékszel nyilván a TF beszédre, meg emlékszel utána a nemzetgyűlésre, így hívták, hogy nemzetgyűlés, ahol Orbán Viktor ezekben a hetekben
egy kőműves kalapáccsal verte szét a nemzet integritását, és a 2002-es választás második fordulója előtti nemzetgyűlésnek az volt a szlogenje, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Ami éppen a mozgósításnak, meg a visszatérni igyekvő MSZP-SZDSZ együttműködésnek az azzal szemben meghirdetett keresztes harc volt. És mindezt a szeretet és az összefogás fogalmaival reprezentálva, kvázi marketing mosdatva, ebben a marketing hazugságban mosdatva a tényleges műveletet, ami zajlik. Nem ugyanezt csinálja a Tóth Gabi? Nem ugyanaz a trollfész az, ami a pofánkba vigyorog ilyenkor, amikor azt mondja, hogy ne bántsatok azért, mert keresztény vagyok. Én szeretni jöttem. Én szeretni, és ti száz felé törtök szét. Én ennek ellenére azt kérdezem, hogyha ezt mondjuk 6 éven keresztül konzekvensen csinálja, akkor és 6 éven keresztül valamikor hinni már egy szavát, 6 éven keresztül. Hat éven keresztül kapja a 10 milliókat az adónkból. Na, és ha még hat éven keresztül elrakod az adóforintjainkat, és fényesen élsz belőle, én megbocsájtok mindent. Akkor máshogy kérdezem, ha egy klubkoncerten 250 néző előtt ugyanezt előadja, és tudod, a Fonó Budai Zeneházban... Akkor már nem lesz hazugság? Igen, hogy... A 200 ember előtt előadja? Hát kérdezem, hogy mik a feltételei annak, hogy megélhesse nyilvánosan a kereszténységét Tóth Gabi, az, hogy ne élhessen meg belőle olyan jól. A Robi gyakorlati szempontból kezdődött, én pusztán esztétikai szempontból. Én nem zárom ki, hogy egyáltalán, hogy a Tóth Gabi valóban megtért, valóban vallásos keresztény, és valóban, hogy mondjam, teljes őszintességgel, odaadással és áhítattal éri meg a vallását. De mint művész ebben a helyzetben nem állt helyt. A vélelmezett őszinte szándékai ellenére valójában a két klip úgy hat, ahogy az imént ábrázoltuk. Egy ilyen, hogy mondjam, menekülés a gazdi lábához, egy felszínes ideológiai csokor, ami már annyi más embert is kihúzott a bajból, amit mindig elő lehet rántani, hogyha már végképp nem üteszünk be semmi. Állandósult alkotói válság, ahol az egyik stílusból esünk át a másikba, és mindig megtagadjuk a korábbi állapotunkat, sőt, egészen példátlan módon a producereket hibáztatjuk a karakterünk korábbi félresiklásáért, megtagadva ezzel a felelősségünket. Kívülről ez így tűnik. Valóban, én azt mondom, hogy mint művész, mint előadó művész ebben a helyzetben sikertelenül próbálja átadni, mondom még egyszer, nem úgy, mint amikor, de mikor, tudod, csak légy szíves, nevezd már meg, Tóth Gabi, mikor adta át sikeresen a bármiét, mint művész? Hát én az Én időt például nagyon szórakoztatónak találtam, mert azt gondoltam mindvégig, hogy vicc, aztán kiderült, hogy komolyan van véve, és akkor nagyon elszomorodtam. Ez az egész Tóth Gabi, mint művész, sikeresen, illetve sikertelenül interpretálja ezt vagy azt a műfajt. Nem tudunk jó példát, és csak rossz példákat tudunk. Ez hát nem a megtéréssel kezdődött. Egyelőre igen. Csak igen. A megtéréssel szintet lépett. A hazugságnak egy újabb szintjét, és tudod, egy nagyon irritáló szintjét, mert a Tóth Gabi, az, hogy a Tóth Gabi nem tudta, hogy kicsoda, és mindig az volt, amit az éppen aktuális producer óhajtott tőle, ezt ismertük a Tóth Gabiban, hát nem ezt szerettük benne, vagy aki szerette, nem ezért szerette, de ennek ellenére. De tudod, most ő gyakorlatilag ennek a politikai kurzusnak a kirakat babájává válik, és pedig ezé a kalocsai mintás Váci utcai kirakat babájává válik. És ilyen dumákkal, mint őrzöm a létem lángját. Mi van? Mit csinálsz, Gabi? Hát létezik. Tehát arról beszélsz, hogy zajlik az anyagcseréd, Gabi. És erre vered, hogy mi zajlik az anyagcseréd? Minden élőlény őrzi a maga létének a lángját. Az összes, a kutyák, de tudod, a rovarok is. Mindegyik az létének a lángját őrzi, Gabi. Ez nagyon kevés. Kivéve az öngyilkosok és a mártírok. Ők nem érzik a létjüknek ők a lángját. Ellobbantják, vagy feláldozzák. Hát igen, de tudod, inkább az öngyilkosok a mártíroktól elragadják.
Csak, nem haj, csak a mártírok nem hajlandóak megalkudni. Annyira nem fontos nekik a létük lángja, annyira nem őrzik a létük lángját, hogy az annál fontosabbat, az eszményeiket megtagadják, így válnak mártírokká. Mi van, ha nem az előadó nyilatkozik ebben a dalban? Hanem a férje? Nem, hanem mondjuk a megváltó nevében hallunk. Mindjárt a megváltó nevében, hát azért én a Tóth Gabinál, tudod, ahhoz is kell egy fellépés, hogy valaki a Jézus Krisztus most szavait mondom, interpretálja. Most mondom, hogy vezérigazgatónak jelentkezett azonnal az állásinterjún. De talán ne a Tóth Gabival kezdjük utcáról a castingot. Hát a megtekintések számából az következik, hogy ez átment, halleluja. Tehát, hogy... Hát, a Nox is átment. Tehát szerintem egy valós, erős középmaggal rendelkező igényre tapintott rá, csak keresi, körbe táncolja, mert még mindig egy picit image-szédelgő módon pozicionálódik. Hónapról hónapra a magyarság és a kereszténység között, így a minap a Pesti TV-ben Spéter Erzsébetnek öltözött Halloween-re, és így az volt az érzésem, hogy meglett a 10 000 forintos Zara ruha forrása, az a kiszer, ott van rajta az a ruha, amiben a szépség királynő nem volt. Erre mondom, hogy bűzlik. Tudod, amikor a külsőségek, amikor a Tóth Gabi megtéréséhez tervezett ruhakölteményben fejeződik ki a csajnak a megtérése. Tudod, amikor azt látjuk, hogy az egész egy profi és nagyon cinikus marketingesek és PR-osok által levezényelt marketingfogás, image pozícionálás. Amikor azt látjuk, hogy ez nem belülről jön, és nem mélyről jön, hanem kívülről és magasról. De nem a mennyek magasából, hanem a minisztériumokéból. Tudod? Krausz Gábor így védi a feleségét. Sokáig csendben tűri az ember, hogy élete párját olyan jelzőkkel illetik, minősítgetik, amiért a való életben biztosan járna egy jól irányzott tasli. Persze az erőszak sosem célra vezető, de az törjön pálcát felettem, aki nem védené, óvná meg a szíve választottját, ha nyilvánosan köpködnék, vagy brutális szavakkal illetnék az utcán. Na hát most jól meglettünk fenyegetve, már csak az a kérdés, hogy hol van a tasli Gábor? Mert tudod, nem kell védelmezned a magad jogát az erőszakhoz, vagy az álláspontod átélhetőségét addig, amíg nincs tasli. Tehát te most úgy vagánykodsz, hogy nincs, elmaradt a tasli, akkor tessék pofoszkodni Gábor, de és akkor lehet... utána lehet hivatkozni arra, hogy ez nagyon is érthető, hiszen az én szerelmemet megsértették. De meg lehet védeni ettől a reakciótól a feleséget úgy is, hogy a közszereplésről től védem meg. Hát meg lehetne esetleg védeni olyan módon, hogy a magyarok által befizetett adót visszaadják. Én most hadd legyek kivételesen az ördögügyvédje, kivételesen. Azt értem, hogy a Gabira, te az angyal ügyvédje vagy. Ez igaz. Egyébként ha az angyal ügyvédje van, az az ördög, nem? De hogy hogy az angyalok nem szorulnak ügyvédre, hiszen mindig igazuk van, és nem tudnak hazudni. De hogy azt megértem, hogy a Gabira zúduló gyűlölet cunami valóban elviselhetetlen, és valóban van nyilván számos olyan vonása, ami vállalhatatlan, kellemetlen, undorító, és túlmutat a Gabi általunk kritizált közéleti jelentőségén vagy problematikáján. Nem érdemelné meg azt, ami a nyakába zúdul. Ezt értem, és ilyen értelemben értem Krausz Gábor indulatait is, csak ezt akartam mondani, és nyilván ez ennek szólt, nem azoknak, akik kultúráltan kritizálják, mint például mi. Csak neked csak Gabi, igaz? A Gabi. No, hát ez egy szakma. Ez egy nagyon szűk szakma. Mindannyiunknak az. Hát magad nevében beszélj, kérlek. Én meg azt hiszem, hogy az élet az nem egy svéd asztal, amiről úgy kedved szerint válogatsz, és ami nem tetszik, azt nem kéred, ami tetszik, azt kéred. Én meg úgy gondolom, hogy itt bizonyos döntéseknek következménye van. Tóth Gabi kérte az állami tízmilliókat, százmilliókat, amiből a klipjei forognak, amelyeket alátolt a Nemzeti Együttműködés rendszere. És ahhoz bizony ebben az országban ezek a kommentek tartoznak. Főleg az ilyen irritáló, főleg az ilyen
az ilyen pusztító identitás kampányok nyomán, amit a Tóth Gabi itt előadott. A Tóth Gabi beállt a politikába, beleállt a politikába, kőkemény politikai aktorrá vált, tényleg azzá vált. Ez egy politikai szerepvállalás, és bizony ehhez, ebben az átpolitizált és végletekig megosztott országban, kedves Krausz Gábor, ehhez gyűlölködő kommentek tartoznak. De azért megvannak az előnyei ennek a döntésnek, ugye? Azért azt ugye érzitek az életmódotokon. Akkor viszont vegyétek tudomásul, hogy annak a döntésnek, amit úgy élveztek, megvannak bizony a következményei, a hátulütői, azokat tudomásul kéne venni. Ezt jelenti nagyjából a felnőttség. Ti kértétek az állami 100 milliót, és ahhoz bizony ilyen kommentek tartoznak. A 100-zal szerintem egy kicsit erős matekban vagy, de ha folytatjuk, összejön. Hát de hogy ne? De nem tudom, hogy mi a matek. Hát de hogy ne? Hallgatónk írja nekünk, nem tudom nem észrevenni a Tóth Gabi és Eric Cartman Hit plusz egy lemez közötti párhuzamot. Uh-huh. Igen találó, uh-huh. Ha tudjuk, miről van szó. Én még annyi finom kritikát, vagy csak egy ilyen saját megfigyelést, vagy elemzést tennék a szóléneklés és az egyházzene találkozásához. Annak ellenére, hogy én is nagyon sok gospel alapú előadót szeretek, és rengeteg fekete zenét hallgatok, ennek ellenére azok a hajlítások, amik önkifejezésre adnak lehetőséget, amik egyébként jelleget adnak egy feldolgozásnak, meg karaktert adnak egy énekesnek, ahhoz képest, ha valaki ilyen kórista háttér semlegességgel ad elő valamit, ez szerintem egy szóló karrierben szükséges. Ugyanakkor, ha az Istenről énekelsz, nem véletlen az a kórista hang, nem véletlen az a háttérbe simulás, nem véletlen az, hogy nagy akkordok és kevés szólista, az, hogy együttműködve mindenki egy hanggá igyekszik lenni, mert az méltó ahhoz, hogy nem én szerepelek most, hanem a mindenségnek adom a tehetségemet. És nekem ezért visszás a szólzene magyar nyelven a templomban. Én meg a fedezetlenség műveletét látom nem csak a Tóth Gabiban, hanem ebben a Krausz Gáborban is. Tudod, ő is Gabi, igen, ahogyan ő fenyegetőzik, és utána megharcolja, megköveteli magának a jogot ahhoz, hogy ő taslikat osztogasson, mínusz tasli. Tudod? Hát, hogyha valaki vagánykodik, és kiáll, és fenyegetőzik, és arról beszél, hogy ő neki, hogy ő igenis érthető az, hogy ő taslizik, akkor legalább taslizzon. Ahhoz tartozzon egy tasli, mert tudod, ez úgy áll a dolog, hogyha pofoszkodsz, ott valaki vissza is üthet. Esetleg pofán lesz elverve, esetleg nagyobb erővel, mint az, akit megütöttél, esetleg vérezni fog az orrod. Úgyhogy a vagánykodás az legyen annak az üzenete, hogy hát ezért járna a tasli, és hát nagyon érthető a tasli, mínusz tasli. Tudod, ha szóba került a tasli, tessék pofoszkodni. De ha pedig nem, akkor... De nem én akarok pofoszkodni, nem én magyarázom a jogát ahhoz, hogy pofoszkodjon, hanem ő. Tudod, ugyanaz a fedezetlenség, mint ami a Tóth Gabi esetében, aki kéri a rendszerhez tartozó előnyöket, viszont nem kéri az ahhoz tartozó kommenteket. Mégis, ha valami mélyen keresztény igyekszik lenni, akkor csak ott hozzátartozhatna mind a megbocsátás, mind a tasli mentesség, és a tasli emlegetésének is a mentessége. Hát ja, ha meg fenyegetőzünk a taslival, akkor jöjjön a tasli. Ne jöjjön a tasli. Ne jöjjön a fenyegetőzés. Robi, ha jó voltál, tasli lesz a csomagban, ha nem, akkor virgács. Ha ezzel ki tudsz egyezni. Utolsó szójogán bármi, ha esetleg belétek szorult valami, mert keveset beszélgetünk ma. Én rendben vagyok. Ti hogy érzitek? Én ki vagyok békülve. Én őrzöm a létemlángját. Tóth Gabi számomat meghallgattuk. Én pedig, ahogy ma is, ahogy mindig szeretni jöttem. És a kedvenc Krausz Gabi számomat meghallgattuk. Én most szeretni megyek. Sziasztok!